Szevasztok gyerekek! Üdv a csatornán! Gábor megérkezett, remélem nyugtatót hoztatok, mert lehet, hogy szükség lesz rá. Tudjátok, hogy milyen ez a játék. Igen, még mindig tartom az állításom, hogy ez a sátán művel a játék, de közel sem annyira durva a helyzet magával a játékkal, mint a játéknak a modolásával. 32 darab modot sikerült betuszakolnom a játékba, de azt így el sem tudjátok képzelni, hogy mekkora tortúra volt, mert körülbelül így, hogyha modolod ezt a játékot, akkor a modoknak az 50%-a nem működik, a másik 50%-a meg összeveszik egymással. Szóval így egyesével próbálod kiszűrni, hogy melyik mod mivel veszik össze, mit nem tudsz összerakni, mik nem működnek. Mert hiába mutatja neked a modloadered, hogy az tök jól működik, semmilyen errort nem ír, akkor sem működik sokszor. És az ellenőrzése ebbe a játékba a modoknak, az megint egy megér egy misét, mivel ugye beraksz mondjuk egy épületet a városba, akkor az ugye csinálsz egy új játékot, elmész oda, ami egy fél óra, ugye autóval, talán nem halsz meg az úton, ha jóval, akármivel, elgyalogolsz, akárhogy oldjad meg, és megnézed, ott van-e az az épület, és ha nincs, akkor fogod, letöltesz egy másik verziót belőle, és megint megpróbálod, és talán akkor már 26-szorra működni fog az az épület, de ha működik, akkor sem biztos, hogy nem fog összeveszni 6 másik moddal, és hogyha így úgy látod, hogy minden működik, és az összes 30x modod is tök jó együtt van, semmi error nem írnak, akkor is történhet az, hogy haj de jó, hogy dörzsöröd a kezed, és vissza akarsz lépni a játékba, akkor írja, hogy hát nem sikerült a mentést betölteni, mert valami mod szétcseszte. És akkor találd ki, hogy melyik mod, mivel errort nem ír egyikre se. Úgyhogy borzalom, egy héten keresztül gyerekek, modoltam ezt a játékot, és nem azért, hogy ilyen extrém mód szétcseszem tényleg, hanem azért, hogy egy játszható valamit faragjon belőle. Hogy működjön. Hogy működjenek a dolgok, hogy jól működjenek a dolgok. Hogy ne pixelvadászat legyen a szereléskor. Hogy a kulcsok ne ilyen kaotikusan működjenek. Meg minden is, gyerekek. De belevágunk a lecsóba. Azért mondtam ezt itt el, hogy ne menjen az idő, mert progresszív gameplayt szeretnék azért folytatni. Szóval nem akartam húzni a játék időt ezzel, hogy itt ezt elmondom nektek. Úgyhogy készítsétek a nyugtatókat. Nem is írok be normális nevet, csak azért se. Szuper gyerekek, sikerült, megérkeztünk a játékba, és nem is nagyon akarom húzni az időt, mert igen, progresszív gameplayt ígértem. Na, de közben gyors azért mondom, hogy milyen modokat raktam be, így például itt a háznál. Amint látjátok, vannak olyan, hogy ilyen kapcsolókon vannak ilyen ledek. Szerintem ehhez már egy akkora pluszot ad a játékhoz, ugye korom sötét van ebben a játékban, szóval sötét az éjszaka, és ugye nem tudod megtalálni még a villanykapcsolókat se, hogyha pont úgy fogod ki, hogy akkor ébredsz, vagy valami. Úgyhogy azt mindenképpen beraktam. Na, amit még mutatni akartam, unokatestvéred felhívása. Miért tetted le a számát? Tudod, hogy mennyit iszik vezetés közben, légy óvatos anya. Ezután föl tudjuk hívni a unokatesónkat, fuvaroztatni. Ezt a városba meg tudjuk tenni, került be telefonfülke. Na, ezt elrakjuk, és... Jaj, nem akartam inni. Elrakjuk. És még annyi, hogy az inventorinkat az 50 slotosra növeltem, mert fölösleges szerintem pakolászni. Látjátok egyébként mindenhol. Mindenhol van villanykapcsoló, fölkapcsolod, akkor kikapcsolod természetesen az a LED. Tök jó. Ezt nagyon imádom, ez nagyon kellett, ezt kellett, nagyon-nagyon gyerekek. A dolog még ami van. Igen, látjátok, hogy itt van ez a furgon, ami járban alakítva. Egy modolt verzióját hoztam, nincsen nagyon szétsütelve a dolog, de nekem ez sokkal jobban tetszik. Nem az, hogy huszkodni kell az ajtót, hanem föl tudsz rá szavarni mindent. Csura jó dolog. Ami még egy mod, az az, hogy most már nem kell pixelvadászatot folytatnod mindenen, hanem sokkal könnyebben találja meg a karakter az éppen aktuális dolgot, amire éppen ránézel. Szóval valahogy, nem tudom, gondolom nagyobb hitboxot csinált neki a modell, vagy ilyesmi. Tök jó, ezután sokkal egyszerűbben találod meg a dolgokat. Főleg szereléskor ez nagyon hasznos,
mivel ugye ott van az a pixelvadászat téma, amit fú, gyerekek, szerintem attól így ilyen agygörcsöt szoktam kapni, de gyorsan meg is mutatom még valamit, mert hoztam még modokat, gyerekek, itt a szereléssel kapcsolatban is, az tök jók dolgokat. Na, például ugye felrakom most ezt a motorblokkot. Ja, még beszélek mindjárt a járműről, miért van odakint. Jó, pillanat, srácok, csak közben ezt még, ez az irányítási dolgot megmutatom. Látod? Tök jó. Tök nagy területen rá tudod pattintani. Nem kell szívni, hogy ilyen pixelenként így nézegeted, hogy hova a francba kell vinni. Ezt ki kéne nyitni. Tudom, ki kéne nyitni. Oké. Okay. És akkor ugye átváltunk szerelős módba kettesre, és nézzétek meg, csoda történt, kiírja, hogy a csavar milyen méretű kulcs kell hozzá, és kit választod akkor, hogy a hetes kulcs, csá, és még valami, hoppá, mutatja a csavarokat, hogy hol kell betekerned, és még azt is mutatja, hogy mondjuk ilyen betekerek egy csavart, hogy sárgán világítanak, amik nincsenek betekerve, és szürke az, ami már be van tekerve. Ez is szerintem böszme jó, rohadt jól meg van csinálva, imádnivaló, tök jó az ilyen mód. Lehet használni normálisan végre a dolgokat, nem csak így amúgy. Egyébként az is jó, hogy tényleg nem ilyen pixelvadászat van már, hanem nagyobb a hitbox a tárgyaknak. Én azt tök bírom. Na, miért van itt ez a jármű? Ugye, régebben a régebbi My Summer Car verziókban, ugye, nem volt az a téma, hogy öregapánktól kellett a kulcsot kunyermálni, hanem instant megkaptad ezt a járművet is, meg a szippantós kocsit is, és igen, a szippantós kocsit és ezt a járművet is instant megkapjuk, ez is egy mód, ez nem egy mentés, ez egy mód, és nem fogja visszavenni se. Az szerintem egy borzalmasan idegesítő dolog volt, hogy az egyik mentésünkbe, vagy az egyik gameplaybe például az történt, hogy eltüntette öregapánk a kocsit, tehát ilyen random, ő fogja, aztán, 922 volt már, így random eltünteti, ott van a szippantos kocsi is, tudunk szippantos melókat csinálni, én azt tök bírom, tök tetszik, ne korlátozzák a játékélményemet azzal, ez nem tudom, a készítőnek miért volt egy olyan fordulat az agyába, hogy ezt a két járművet elvegye tőlünk így az elején, mert igazából tényleg a régi My Summer Car-ben ez nem volt, gondolom nem volt elég neki a szivatás, amit így eszközölt, irányítás meg minden terén gondolta, akkor vegyünk, szívassuk még jobban meg az embert. Oké, akkor mi az, ami még van, gyerekek? Igen, el kéne menni a boltba, közben mutatok meg, beszélek a többi modról, jó srácok? Megnézzük így az autóba, hogy mennyire változott így a... Nézzétek? Gyújtás kapcsolat, tök könnyen megtalálod a kéziféket, ezt meg szerintem azért nem annyira, mert távol vagyunk. Kéziféket tök megtalálod, tök jó, szerintem így... Márjátok, a izét azt ki akartam rakni. Azt a sört, azt oda ledobom valahova. Oké, és bekötjük magunkat, ugye? Szuper, és akkor mehetünk is. Egyébként a... váltógombokat ráraktam most már billentyűre, ne kelljen szívnunk, vagyis az egérre jobban mondva. Még mutatok nektek még valamit. Hoppá, külső nézet, csodálatos szerintem. Lehet rúgatni a Verdát, mint az Isten nyila, csak most meg még az ajtónk az meg nyitva van, várja. Ilyenkor. Éha. Nem tudok odébb menni. Na. Oké, bocsánat, ezt így be kell tennem ezt az ajtót. És bekötjük magunkat, azt húzunk mind a vadlibákám, srácok. Ja, azért külső nézetet dobtam, szerintem tök jó. Én tök élem, tök adom. Nekem ez tök hiányzott. Azért néha jó, hogy látod, hogy mégis hol van a jármű. Nem muszáj használnod, akarod, nem. De jó, hogyha van, szerintem. A mini mapot akarom használni, mapot akarom használni. Az is egy pozitív dolog szerintem ebben a játékban. Na, küldjük neki, mint az őrültek. Egyébként ugye, hogyha külső nézetben vagy, akkor van kilométer per óra és fordulatszámmérőnk is. Meg szerintem tök jó ez a külső nézet. Tök jó néz ki így a játék maga, és kicsit így fentebbről látod a mapot, mégse egy ilyen... Nem érzed magad annyira ilyen klausztrofób
feelingbe, nem? Vagy ilyen vibe-ba. Én legalábbis tök azt érzem ettől a mottól. Rohadt jó. Én azt, én ezt nagyon imádom. Nekem ezt nagyon kellett, hogy legyen egy külső rézet. Még ha nem is mindig ezt fogom használni, de nekem ez tetszik. Na, gyerekek, megyünk. Autópálya fele megyünk. Végre van normális járművünk a játék elején, és... Ajaj. És nem szivat minket kapásból a játék. Én ezzel nem voltam kibékülve, hogy tényleg olyan dolgokat is ugye elvették a játékban a készítő, amik így ilyen evidensek voltak, evidenciát jelentett, hogy megvan a kék autód, meg ott a szippantó. És ugye fogta a készítő, az egyik update-be ezt kicsapta. Hát a modderek azok meg is oldották, hogy hát nehogy már. És ezért ugye fogták, azt be is rakták. Hát egy kicsit borús az idő. Egyébként ez a jármű, ez ugyanaz, mint a dobozos, ugye a furgon. Csak annyi a különbség, hogy platós. Nekem ez a platós sokkal jobban tetszik, ugye a furgonnál lehet, hogy egy kicsit biztonságosabb a dolog, mivel ott talán nem annyira esnek ki a tárgyak. Viszont ott is nyilván ki tudott bugolni, meg még ráadásul tök szar volt azt pakolni, nem szerettem, nekem ez valahogy jobban bejön. És bizonyos moddokkal kapcsolatban szeretném majd a segítségeteket kérni. Majd mindjárt fogok róla beszélni. Végre lehet az elején a játéknak normálisan közlekedni. Ezt például, ez egy őrület volt, hogy konkrétan a traktort hagyta meg ugye a készítő pont azt, amilyen ilyen atomlassan tudsz vele közlekedni. És ilyen szó szerint ilyen órákig tart basszus elmenni a városba. Ezzel az autóval meg pikpakot tudsz lenni, mert mit tudom én, megy 100 fölött. Na, még modokkal kapcsolatban mindjárt kérdezek tőletek, srácok, mert azért vannak itt ám fönnforgások. Igen, nézzünk egy... Jaj, ne! Naj, ne! Várjál, ablaktörlő, ez hol van? Jó. Nézzük egy külső nézetet? Egyébként tetszik a külső nézet, tényleg jó. Jó, megcsinálta a készítő teljesen. Ó, itt meg már süt a nap. Tök durva! Kimegyünk a izéből, az esőfelhő alól szerintem. Gyerekek, négybe vagyunk, már 100-zal megy az a gép. Csak azért nem kellene meghalni, úgyhogy arra figyeljünk. Tényleg megpróbálok egy ilyen progresszív gameplay-szerűt csinálni. Ne... mindenképp az lesz, hogy bevásárlás után össze fogjuk rakni. Nem fogunk semmi más csinálni. Azzal fogunk foglalkozni, hogy összerakjuk az autót, jó? Tényleg ez legyen a célunk. Mennyibe megyünk? 130-al? Az igen, gyerekek. Mondjuk ez lehet, hogy egy kicsit erős. Hoppá, az ablak törlöm meg megy. Ja, a morokkal kapcsolatban annyit akartam kérdezni. Ó, ja, hát ezt lehetett volna állítani. Például én beraktam egy ilyen extend traffic modot, ami elvileg 25 darab autót rakna a játékba. Közlekedő autót. Ilyen, mit tudom én, Mercik, meg BMW-k, meg minden. Az például nekem tök nem működik. Pedig a modloaderem az semmi hibát nem ír rá, és azt írja, hogy működik. Úgyhogy azzal nem tudom, hogy miért. Ez tök gáz. Nem örülök neki. Jó, hát annyira depressziós nem leszek, nem ez lett volna a legfontosabb mod. A fontos modok azok működnek, az a lényeg. Láttátok, hogy milyen csúcs szuper modokat sikerült berakni. Jó, megyünk ám, mint az őrültek. Mert tényleg nem érünk nagyon rá. Viszont mindjárt ott vagyunk a városban, azért ezzel a tempóval szerintem. Csúszott a senge, drift volt, gyerekek. Jó, nekem ez a platós, ez bejön, srácok. Nagyon tök bírom. Mindjárt ott vagyunk, itt az egyenes végén ma ott is vagyunk. Itt a tó mellett elmegyünk. Jó, ezzel lehet repeszteni azért ezzel a géppel, gyerekek. Óvatosba. Jó, hát egy ilyen 130-al itt megyünk. Nem vágom a készítő, miért vette el a legelején a játéknak ezt a gépet, meg a szippantost. Tényleg azért annyira... Néha úgy érzem, hogy ez tényleg a készítő sokszor arra ment, hogy ilyen... szívassa meg, nehez is. Megnehezítse a dolgokat a embereknek, a játékosoknak.
Hoppá, óvatosba. Már meg is érkeztünk a városba, látjátok? Nem az van, hogy konkrétan egy ilyen 3-4 órán keresztül catchez, basszusa. Ugye? Mekkora királyság? Milyen tök jó így. Rendesen élvezhető lett a játék. Csomó minden miatt. Tök jó. Bemegyünk tankolni is, meg veszünk egy-két dolgot. Az tényleg az lesz, hogy minél hamarabb. Ó, de jó, ezt befordultunk ide, nagyon jó volt. Hoppa. Ó, hát azért így már érdemes nekiállni, nem? Hogy van valami tényleg ilyen olyan érzésed, hogy dinamikusan tudsz normálisan játszani. Hát meg azok szerszám túlok, tudod, ugye mutatja, hogy hány szerszám kell, mi ez? Ugye dízel? Na. Ugye, hogy mekkora kulcs kell, az például tök jó. És én nem használnám ezt a modot, hogyha normálisan például látnád a csavarból, tudnál következtetni, hogy mekkora. De most is például a hengerfajcsavarok hetes kulcsával vannak húzva. Hát hol-e, nem tudom ez a készítő mit gondolt, hogy ez direkt csinálta, hogy nehogy véletlen rágyere, hogy milyen kulcssal kell, hanem próbálgast, és ez miért jó, érted? Az miért ad plusz játékélményt, hogy próbálgatnod kell 16 kulcsot minden egyes savarnál? Szerintem az nem jó dolog. Az egy rossz dolog egy ilyen játékban. Na, megyünk, fizetünk. Mutatom közben modokat ezerrel, gyerekek. Itt a telefon, például, azt hiszem, hogy több helyen is van egyébként. Föl tudod hívni a tezét, csak kell bele 5 darab márka, ezt már hívhatod, és akkor erre jön. Az nem azt jelenti, hogy instant itt lesz, tehát nem ilyen teleportálás, ne arra gondoljatok, hanem az, hogy erre fog jönni akkor, srácok, ennyi. Na, akkor vásárlási téma, nézzük ezt a polcot, veszek egy szúnyogriasztót. Bár azt lehet, hogy lemodolom, van egy olyan mód is, hogy az kikapcsolja. Veszünk 3 ilyen csomaggal, veszünk egy biztosítékot. Innen mást nem igen köl. Sört egyébként szerintem nem veszek, mert úgyis otthon leszünk. Veszek 2 chipset csak azért, hogyha megyünk valahova. Itt megveszük a legolcsóbbat. Hát ez kb. Ugyanaz. Vegyünk bíslit akkor. Oké. Vagy egy cigit. Veszünk egy ilyet, veszünk egy 2 fék folyadékot, 2 ilyet, egy 2 hűtővizet, egy aksit, egy 2-tét, egy ilyet. Meg is vagyunk, ugye? Ez mi ez a szófosás nála? Kyllä tässä on jotakin hämärä hommia. Joo, gyerek, nyugodjál meg. Nem tudom, ez mit magyaráz, ez nem szokott ennyire durván dubács. Szávasz, hello, bocsánat, te hallgató tovább, hogy sok elejtsed. 7 darab cucc van nálunk, jó. Egyébként nekem ez a inventory mond is adja. Nekem ez tök, most lehet, hogy azt mondjátok, hogy ez is cheat. Nem tudom. Játszhatóvá teszi a játékot, hát legyen cheat akkor, srácok. Attól még nem rakja össze magát a motor, ugye. Viszont mutatok itt valamit, és abban a segítségeteket kérem, még egyszer, mert azt élném azt a modot. Úgyhogy nagyon gyorsan megyünk valahova. Hú, ezt bírom ezt a kocsit, ez végre lehet közlekedni. Nem egy ilyen rémálom, mint az a traktor, nem? Ez rohadt jó. Esküszöm, jó. Egyébként egy csomó ilyen grafikus, meg ilyen textúra mód is van a játékhoz. Amit szándékosan nem akartam berakni. Nem mondom, akkor meg az olyan elveszti a feelingét, mert maga ez a játék, azért nem is akartam olyan járművet berakni, ami nem passzol. Oké, hogy ez platós, de végig is azért passzol a stílushoz. Igen, van egy olyan mód, hogy az a neve, hogy rent apartman. Tehát ilyen bérelhető apartman, és akkor, hogyha azt a modot berakod, ez az apartman kicserélődik, úgyhogy rendesen be is lehet nem menni. Itt ütül egy csóka, akitől ki tudod bérelni. 1600-ba kerül hetente. Nyomsz rajta egy K-t, amikor kérdezi, hogy szeretnéd-e kibérelni. És akkor...
És akkor elveszi a pénzt, és elvileg odaadja a kulcsot. Az annyit jelent, hogy ennek az ajtónak ki kéne nyílnia, de nem nyílik ki. Úgyhogy ha valaki rájön, hogy miért nem nyílik ki, az mondja meg, léci. Ugye nem azt jelenti, hogy most onnan elköltöznénk a házunktól, viszont tök jó lenne, hogyha lenne egy ilyen plusz hely, ahol tudnánk lakni. Ugye itt van egy ilyen nagy parkoló, meg minden, akkor itt is tudnék héderezni. Egyébként működik a mód olyan szinten, hogy annyi nem történik, hogy az ajtó nem nyílik ki. És ezt írja meg valaki, hogy miért nem nyílik ki az ajtó. Mert utána megkapom a postaládát, egyébként ez lesz az én postaládám, amikor azt kibérlem. Meg be is van rendezve is, hogyha így behajolok, tudod, akkor rendesen tudom használni a tárgyakorodban, de nem tudok bemenni, mivel nem nyílik ki. Úgyhogy valaki ezt írja meg, léci, hogy ez miért van. Nya, akkor. Mehetünk is, ugye? Nézzük egy külső részletben egy ilyen farolásos, rugatásos dolgot, gyerekek. Habá egyszer van nekünk ilyen ő. Ez nagyon adja, hogy lehet rugatni. Rendesen driftelni tudsz bele. Igen, nagyon, nagyon bírom. Oké. Küldjük neki, gyerekek. Várjátok, el akartam menni jobbra, ugye? Jobbra tudunk. Elmegyünk jobbra. Meg kellene szerezni a GT kerekeket, meg kéne szerezni a gumik, vagy rendeseket, de lehet, hogy csak a GT kerekeket, aztán fölgumiztatjuk. Nem tudom, basszus, nem emlékszem, hogy ez hol volt. Arra emlékeztek? Valami pajtába. De melyik pajtába, gyerekek? Na, ez tök jó, hogy elfelejtettem. Azon gondolkodok, hol volt? Itt nem kéne gyorsabb elég. Egyébként ide is találtam egy olyan módot, hogy kicseréli a jár ezt az utat például aszfaltosra, meg más textúrák vannak, de tényleg nem akartam azt, hogy megnézem, mi van itt, gyerekek. Nincs valami csoda, csicsidő csoda. Komolyan mondom, hogy a külső rédet ad egy olyan feelinget, hogy nincs ilyen klaustrofób érzésed, és az már szerintem egy jó dolog. Ebben mi van? Semmi. Jó, hát akkor ez ennyi volt. Mehetünk tovább. Bekötöm magam. Nem akarok meghalni. Rugál a gép, gyerekek! Szupi! Jó, nem mindig megyünk be külső rédetbe, de most azt élem, ne haragudjatok. Csak azért tényleg, azért bírom, mert újdonság is. Jó is néz ki, tök jó. Várjál! Nem itt volt? Meg vagyok rendesen lőve. Álljunk félre. A rosszabb nem ette meg ezt. Kezdi, a rosszabb vette meg ezt. Na, Niki. Megnézzük ezt a jégújót. Szerintem itt lesznek, ugye? A másik oldal, ott el. Valamire emlék. Megvannak. De ha megvannak, akkor lehet, hogy azt is csinálom. Aha! Nem lesz nyírva a izé szerintem. Autó szerelő. Lehet, hogy ott le is pakolom a GT kerekeket. Az autó szerelőnyé. El kellett volna hozni a átsülést, ezt tudtunk volna acsizni. Ugye? Látjátok, milyen buta vagyok? Néztem egyébként automodokat is. Vannak egész csinik.
Na, küldjük neki. Egy kis külső rézet, ne haragudjatok gyerekek, nem nagyon bírom. És mi van? Be van húzva a kéziféljük, vagy mi van? Be van húzva a kéziféljük, bazen így is megy, ez ne vicceljék. Oké. Okay. Autószerelő, ja, az a baj nem lesz nyírva, úgyhogy hiába is megyek. Meghalni nagyon nem kéne. Te nem kötöttem be magam, ugye? Jó gondolja a Keeper? Jó, jó. Végre van egy normális kocsink, amivel tudunk közlekedni. Úristen, nem hiszem el. Ja, meg az izéket kapcsoltam ki szerintem, a méheket, hogy azok ne legyenek. Ugye a méhével igazából méhekkel ugye nem is tudom, kettő vagy három helyen találkozhatsz a játékba. Az egyik a padlásföld, a másik a disznóembernek az autója, de egyébként nincs tesztelve. Úgyhogy lehet, hogy ugyanúgy fogom kerülni a békasokat, meg nincs tesztelve. És ugye hiába írja sokszor a modloader, hogy szuper, jól működik ez a mod, az lehet, hogy baromira nem működik jól, és akkor cseszheted. Szóval tudsz ilyen hibákba így belefutni. Hát ezzel végre lehet közlekedni azzal a géppel. Az irányítása ugyanúgy figyelmet kíván, viszont legalább... Itt van a kísértett ház egyébként. De szerintem kihagyom. És ezen az úton is tök gyorsan tudsz így haladni, érted? Nem 40, nem meg 30 a kecsez végig, hanem... Na itt van bal oldalt a kísértett ház. Minden meg lehetne... De nincs is, azért nem tudnám betörni az ajtót, lehet. És itt az autószerelő műhely mindjárt. Csak az meg tudja, hogy zárva lesz. Cseszhetem. Vagy összekapjuk a GT kormányt meg a dolgokat, mert itt vannak azért dolgok. Jó, viszont sokkal felszabadultabbnak érzem magam most ebbe a játékba. Hát itt a rohadt életben, hogy ez mindig zárva van. Ez mikor van? 8-tól 16-ig. Hogy rohadj meg. Na nézzük, hogy itt vannak az alkatrészek elvileg, ugye? Ha voltak, hát akkor gondolom még mindig vannak, majd megint elhagyom őket a tökönbe. Nincs, Péter kormány, meg a másik oldalt fut valami még. Egyébként lehet olyan módot is berakni, néztem, hogy például a öreganyáknak lesz ott egy autója, amit el lehet hozni, de hát igazából tök fölöslegesnek tartottam ezeket, mert úgyis csak egy autót használsz, és itt tudsz menteni, Dick, ugye? Nagyon jó. Ez jó. Hol voltak még itt ilyen modok? Vagy a cuccok? Mind volt-e? Trophy box. Ennyi? Szerintem mehetünk haza. Ja, rengeteg van, több száz vagy több ezer mod van a játékhoz. Van még olyan is, hogy mit tudom én a nylon szatyorba beleláthatsz. Meg fú, el sem tudom mondani mennyi fajta van. Biztonsági ősz, meg kell jaj... A hülye. Meg kell jajjezni. Azt meg majdnem fötiport minket, gyerekek. Akkor a port csapott, mint az állat. Meg ugye ha például megkapjuk azt a küldetést, hát küldetés, amikor el kell menni ugye a... Van az az alkoholista faszi, aki be van rúgva a városba. Azt ugye nem tudod megcsinálni normálisan, most mivel mész el érte? Motorral nem tudsz elmenni, a traktorral... Amire odaérsz arra három napig tart. Szóval így most már annak is van értelme, meg tudjuk a szippantos feladatokat is csinálni, azt is például tök csinálnám. Úgyhogy ja. Vigyel, hazaérünk, érted? Nincs tökölés. Itt van benne egy ház jobbra, figyeled? A minimapnak köszönhetően így rá megtalálsz dolgokat. Nézd meg, itt van jobbra valamiben. Ami áll az? Itt megjelzi, hogy valami alkoholos. Alkoholista. Ja, hogy itt lakik az alkoholista. Füzi Józsi. Ja, tudom, hogy kettőbe megyek, de
Nem akarom nyomni neki, mert biztos megdöglök a francba. Ja, ott hol vagyunk. És tényleg arra fogok koncentrálni, hogy rakjuk össze az autót. Nem másra, nem bóckodunk. Hiha. Amíg nem kap fel. Na, menj már fel az útra. Az éles forduló volt, az biztos. Na, ha ma hazaérünk. Semmi gond, gyerekek. Legalább végre világítanak azok a rohadt villanykapcsolók. Már az egy akkora segítség ebbe a játékba, hogy konkrétan ilyen game breaking dolog tud lenni, hogyha nem tudsz amiatt mondjuk enni vagy inni, mert azok a kapcsolók, ez érdekesen fordul néha. Azok a kapcsolókat nem látod, mert azt éhen halsz a sötétbe, basszus. Na, itt a jobbra kanyar, aztán mindjárt ott hol vagyunk. Ja, hát ezzel egy kicsit lehet haladni. Most olyan nagy pénzre nincs szükségünk. Az időpörgetés módot ugye nem lehet használni, azt már próbáltuk. Mert akkor bajok vannak. Mi a izé? El. Ja. Talán nem halunk meg. Talán nem jön a vonat. Gyerekek! Rendesen halálfélelmem van ezeken a szűk utakon. Ezt is kicseréltem volna szélesebbre, meg ilyen aszfaltosra, de mondom, akkor már tényleg így elveszti azt a feelingjét az a játék, ami van neki. Annyi, hogy az a rendapartman, hogyha működne, akkor tök jó lenne, mert a városban is tudná ott lézengeni, tudod? Egyébként kettő külön mod is van, hogy az ott az apartman megcsinálja, úgyhogy lehet használható, de akkor sem nyílik nekem ki az ajtó, meg lehet az, hogy bérelhető. Egyik, az a lényeg, hogy nekem ott nem nyílik ki az ajtó, valamilyen. Úgyhogy ha valaki azt tudja, akkor Léci írja meg, hogy tudja megoldani, vagy meg tudta eloldani. Videók vannak róla ilyen régiek, hogy működik, de nekem hiába fizetem ki a csókának a bérleti díjat, nem nyílik ki az ajtaja. Úgyhogy ez a probléma csak vele, más nem. De látom, hogy tök jó be van rendezve, meg elvileg oda lehet venni dolgokat, meg ilyen berendezhető, vagy valami van ott, úgyhogy ez tök jó lehet. Ezt így élném. Ma a gyerekek, meg is jöttünk, ennyi volt, figyeled. Már is milyen jó haladunk. Hoppá, ugye? Teljesen frankok vagyunk. Behúzzuk a kéziféket. Megállítjuk a motort, ezt is elrakjuk, aztán kiszállunk. És végre nem kell attól aggódni, hogy azt a kocsit így ellopja az ég főnökünk. Dörög az ég, gyerekek, de durva. Jó, kipakolok gyorsan, és tényleg az lesz, figyeljetek. Ez mi az a jegyzet több? X. Van egy shopping bagunk, abban valószínű, hogy... Izé lesz. A izéket kiviszem, az alkatrészeket, és akármennyire is szörnyű, ezeket ide fogom rakni. Itt vannak a feldik. Itt vannak a feldik, ezek akkor legyenek itt. Jó. Aha, itt van a izé is. Ez az, alkatrészek, radar figyelő, meg egy van itt egy sörös rekeszt. Egyébként a sörös rekeszt azt úgyis, ha megyek valahova, akkor ott használom, szóval ezt behagyhatom. Mert hát tudok inni, érted akármit, nem? Mi értelme van? Mi értelme van bevinni? Nincs is értelme sok sört venned, mert azt tényleg itt hol tudsz inni vizet, ha akarsz. Úgyhogy próbáljuk meg valami értelmes gameplay szélet csinálni. Ezt meg ki kéne valahogy bontani. Aztán szortírozzuk, jó? Érdekes, hogy ebben rakta bele a fékolajakat.
Ne, hogy már meg is ettük, basszus. Hát ez fasza. Valamit megettünk. Már le se esett, már megett a karakter. Ebben mennyi cucc van? És ezt egyesével tudod kibontani. És hiába nyomsz folyamatosan, akkor se. Ezért az igen. Mennyi cucc van ebben? Úristen. Nem sok. Még olyan morizsan, hogy vissza tudod váltani az üres sörös üvegeket, szóval annyira durva a beteg módok vannak, hogy ezt teljesen tudjátok képzelni, nagyon, nagyon durvák vannak. Nagyon betegek. Most azt nézem, hogy az olyanokat szerem fel, akik a hűtőbe mennek, és ezeket akkor beszórom. Szerintem más már nem megy oda, ott van még egy. Oké, és akkor így be tudom talán rakni úgy, hogy... Na, ezt beraktam szerintem a falba. Hát ez kiesett. Meg még lehet, hogy olyan modot keresek, hogy ne kelljen lehajolni mindig a cuclikért. Itt nem raktam át egy kolbászt a falon? Ez lehet, hogy elvett. Volt egy kolbász ott a falon át. Ezt a chipset, ezt ide rakom. Figyelj, a chipset is berakjuk az autóba. Az nem romlik meg, ugye, az benne poén. Hogy van, chips be a kocsiba, és akkor megyünk, akkor, akkor kell az. Hát ezt is most, jó. Ugye bedobom ide, bocsánat. Ajtó, betesz, szomjasnak vagyunk nagyon, pillanat. Meg próbáljunk arra figyelni, azon gondolkoztam, hogy az ilyen alvás az éjszaka legyen. És akkor nem csúszik szét az egész, hogy nem éjszaka tevékenykedünk. Szerintem az, az baráti dolog lenne. Na nézzük, mi van itt még? Ez mi? Gyújtógyertya. Biztosítékcsomag. Ezek mennek ki a garázsba. Ez mi? Ez is mehet ki. Kávé az. Nincsen kávéfőzőnk természetesen már megint. Nehogy egyszerű legyen. A cigit. A cigit azt föl kell vennünk. Vagy úgy. Rovarírtó. Jó. Mária? Mindjárt átnézem itt a dolgokat. Az elemeket azokat lehet, hogy ide ledobom. Így van. Meg a mosquito sprayt is ide rakom. A többi az majd mehet ki. Ugye? A többi az mind kinti. Ide rakjuk, és akkor talán nehogy evesszerek. Úgy. Úgy. Jó, akkor rendben vagyunk minden. Figyeljetek, összerakjuk a kocsit, az lesz. Nem, most már tényleg nem azzal fogunk foglalkozni, hogy többi hülyeséggel, hanem összerakjuk a kocsit. Annyit még, azon gondolkodok. Munkánk jó lenne, hogyha lenne, azért lenne pénzünk. Ja, a kerekeket majd el kell vinni izének. Autószerelőnek reggel. Aztán, hogy az legyen. A izét ide akarom hozni. Szippantós kocsit, ne kelljen értelen gyalogolni. Meg úgyis ki akarom próbálni, hogy hogy működik. Hogy működik-e egyáltalán. Mert azt, például azt a modot, hogy ugye ezeket megkapjuk itt az elején, aztán nagyon próbáltam. Arra vagyok kíváncsi mondjuk, hogyha az öreg, kapunk tőle még egyet, akkor mi kettő kocsink lesz? A két cippantós, nem hiszem. És ez tényleg ez nem mentés, mert ugye meg lehetne úgy is mondani, hogy mentéssel, de ez egy mod. Jó. Na nézzük gyerekek, hogy ez hogyan indul el. Ez jó, bírom ezt, bábost bírom. Kíváncsi vagyok, hogy külső nézetben is hogy néz ki meg minden. Itt egy csomó minden funkció van elvileg, lehet még fülyeszteni is, diffizárat lehet kapcsolni, hátsó tengely leengedése, hidraulikus pumpa bekapcsolása, ugye, ez tök jó. Fényszórók, gyújtás kapcsoló. Megkérdezzétek, ez milyen a hang. Gifu, az a neve. Na. Kézigáz. Van kézigáz, de jó. Elindult, jó van. Én ráhúztam a kézigázt, úristen. Kicsit sok.
Ugye kézigázat gondolom a pumpánál kell. Hogy remeg a... Elkezdtem, ezt akartam. Gyárekek, hát ez nagyon turbó. Ez nagyon kemény ez a gép. Brutális, nagyon imádom. Hát ez epic, ez nagyon epic, ezt nagyon szeretem ezt a gépet, én már most imádom ezt. Nagyon jó. Felező. Hát ez rohadt jó. Ez nagyon adja. Tök jó, hogy van benne egy ilyen izé, turbos dög. 400 turbo diesel. És egy kicsit mászik. Hát remélem, hogy nem végtelenségig. Nem megy bele a tóba. Ja, nagyon jó. Gifu truck. Hát ez epic. De milyen hangja van. Brutális. Mennyi kipu izénk van benne? Ez a anyagunk. Ezt jó lenne tudni. Nem tudom, így nem tudom megnézni, de jó. Szudarakva. Jó, az műszer van hozzá, úgyhogy ott meg tudom nézni. Ja. Oké, gyerekek, jó. Következő részben figyeljetek, szerintem instant állunk neki. Annyi, hogy mindig nézzük, mennyi idő van. És úgy fogunk aludni, hogy tényleg éjszaka. Például most 10 óra van, amikor ne fog lenni a nap akkor. Meg benne a garázsba tudunk szerelni, ugye. Ja. Ez hogy működik ez a motor tartó téma? Várja már, hadd szedjem le ezt a... Ezt le akarom venni. Oké. Okay. Hogy tudom levenni a hengerfejet? Aha, jó. Azt nézem, hogy ezt föl tudnám-e bigyeszteni valahogy erre? Ezt hogy lehet fölbigyeszteni? Ez valaki írja meg, léci. Hogy ezt hogy tudom fölvigyeszteni erre? Ez hogy működik? Lehet, hogy kell valami... csavarok kellenének bele, vagy ilyesmi. Jó, egyébként itt az asztalon is össze tudom rakni, szóval nem nagy gond. Jó, szuper, köszi. A morokban, hogyha tudtok valamit, akkor írjatok, léci. Egyébként, ja, köszi a figyelmet. És bocs, hogy eddig nem volt rész, de... szenvedett a Keeper 1000-rel vele. Megyek menteni, aztán már... Jövök is a következő résszel majd. Sziasztok!